Sziasztok, ismételten egy japán csokival érkeztünk, ebből a családból már kóstoltunk korábban, ezt így aki követi a videóinkat, annak ismerős is lehet. Ez éppen egy fehér csokis verzió lehet, de ezt akartam, hogy várjál? Nem, angolul nem írja, mármint hogy nem azt írja, hogy vaníliás. Tehát mindenhol ugyanezt a szöveget írja. Ja, a legfinomabb összetevőkből készült, igen, azt írja. Jó, hát nézzük meg, eddig jók voltak a tapasztalataink ezzel a márkával. Elég jó. Reméljük, hogy ez a kék felirat nem azt jelenti, hogy ne próbáld ki. Igen, meg hogy már lejárt. Nem fog bejönni. Nem nektek meg, való. Hogy ez a vanília, ez mérgezett. Na, hát ahogy megszoktuk, a belső csomagolás is igényes, instrukció, hogy hol nyissuk ki. Nézzük meg, hogy itt lehet-e, kíváncsi vagy. És lehet! Ó, hát hogy... Jönnek a japánok, milyen jó. Igen, hogy csak a bénák nyissák ott ki. Na, ez érdekes, ezt így mutatom is nektek, hogy közelről, látjátok közelket a kis fekete pontokat? Ott a képen ugyanúgy jelezte is. Én néztem is, hogy miért. Igen, azok lehetnek. Na, megkóstolom, vagy nem tudom. Persze, kóstoljad meg. Én úgy csinálom majd, hogy először csak a csoki részét, ezt a kis, amúgy mutatom nektek, hogy a hajóka ezen is rajta van, ami annyira cuki, tehát hogy... Nagyon omlós. Na nézzük. Ugyanazt a mondani, mint már korábban, hogy a keksz omlós. Csoki meg csoki. Tehát, hogy jól együttműködik a két íz, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy te így, hogy külön ki ízleled belőle csak a csokit, hát, hogy mit mondasz. Én csak úgy, hogy mutassam, hogy így egy pici darabkát a csokiból leszettem. Török én is egy kis csokit. Nekem a régi miek a fehér csoki ízét hozza egyébként, furcsa, nem tudom megmondani miért, az ugrad be elsőre. De megnézzük kekszel. Nekem nem hozza azt a régi... Tudom, mire gondolsz, hogy icili-picirit tényleg megidézi, de nem az, ami... De hát ez van. Amúgy ebben a csomagban, mint látjátok, 12 szem van. Hát nem rossz. Hát a kíváncsiak vagytok a többi ugyanilyen márkás csokira, illetve egyéb japán édességre, akkor kövessetek minket a Facebookon, Instán, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, mert sok meglepetés vár majd még rátok. Sziasztok!